folytatódik az ukránok ellen támadása az észak-kelet-ukrajnai Harkiv térségében. Volodymyr Zelenszky elnök szerint csapataik szeptember 1-e óta már több mint 1000 négyzetkilométernyi területet vettek vissza az oroszoktól. Az ukránok szerint legalább 20 települést és egy 27 ezer lakosú várost is sikerült visszafoglalniuk. Ezt azonban az oroszok cáfolják. Közben Donbasz térségében is folytatódnak a harcok. Az orosz erők a kulcsfontosságú Bakhmut város felé haladnak. Repesz-darabok hevernek az egyik parkban, és több lakóház is megrongálódott Harkivban. Az ukrán megyei kormányzó szerint az orosz erők csütörtökön rakétasorozatvetőkkel nyitottak tüzet a városra. A támadásban legalább 2 meghaltak. Az elmúlt napokban felerősödtek a harcok az észak-kelet-ukrajnai Harkiv térségében, miután az ukrán hadsereg ellentámadást indított az oroszok kiszorítására. Az ukrán elnök szerint a meglepetésszerű ukrán hadművelet eredményes. Hős katonáink már több tucatnyi települést szabadítottak fel. Szeptember 1-e óta pedig már több mint 1000 négyzetkilométernyi területet vettek vissza, fogalmazott csütörtöki videóüzenetében Volodymyr Zelenszky. Az ukránok azt állítják, hogy legalább 20 településről sikerült kiszorítani az oroszokat. Az ukrán vezérkar egyik tisztje közölte, hogy a kijevi erők mintegy 50 kilométerre nyomultak be az orosz védvonalakba. Eközben egymásnak ellentmondó hírek érkeztek a Harkiv megyei Balaklia visszafoglalásáról. Az ukránok azt állítják, hogy körül zárták a 27 ezer lakosú várost. Harkiv megye orosz barát vezetője viszont arról számolt be, hogy az orosz katonák visszaverték az ukránokat. Fokozódnak a harcok a Donyec medencében is. Az orosz haderő csütörtökön aknavetőkkel lőtte a kulcsfontosságú Bakhmut városát. 2 mentős megsebesült, több lakóépület megrongálódott, állítja a helyi rendőrség. Külföldi elemzők szerint az orosz csapatok elsődleges célja a Donbasz elfoglalása lehet, amihez az egyik célpont Bakhmut megszállása. Az ukránok szerint az oroszok szeptember 15-ére tervezik a terület elfoglalását, de a brit hírszerzés szerint a heves harcok miatt az orosz csapatok lassan haladnak előre. A dél-ukrajnai Herszonban sem csitulnak a harcok. Noha az elmúlt napokban az ukrán hadvezetés arról számolt be, hogy több települést is sikerült visszafoglalniuk, most újra csak szűkszavú híradások érkeznek a déli frontvonalról. A Washington Post egyik cikke szerint a térségben harcoló ukrán katonák azt mondták, többen közülük súlyos sérüléseket szenvedtek. Lövések dördültek a zaporizsiai atomerőmű közelében is. Az ukránok szerint csütörtökön Nikopol városát lőtték az oroszok. Egy nappal korábban rakéták csapódtak be az egyik településen, alig 80 kilométerre Enerhordar városától, ahol az erőmű található. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2 megfigyelője jelenleg is a létesítményben tartózkodik, és ellenőrzi az erőmű működését. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az atomerőmű egyre kevésbé biztonságos, és demilitarizált övezet kialakítását sürgeti a térségben. Az orosz külügyi társa szóvivője közben közölte, Moszkva elzárkózik attól, hogy kivonja katonáit az erőműből. Európa egyik legnagyobb atomerőművét már a háború kezdetén elfoglalták az oroszok. A létesítményt azóta is ukrán szakemberek üzemeltetik. Az elmúlt időszakban több találat is érte az erőművet, Kijev és Moszkva pedig egymást vádolja a támadásokkal.